A VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat keretében a Zádorhídhoz vezető út átadásán. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Köszöntöm Kapocsi István urat, a Hordobágyi Nemzeti Park általános igazgató helyettesét. Felkérem Szepesi Tibor polgármester urat beszéde megtartására. Kedves jelenlévők, tisztelt hölgyek, urak, képviselő úr, elnök úr, igazgató helyettes úr, kedves sportolók, talán mondhatom azt, hogy sportolók, hiszen mindenki, aki kiérkezett, az egy komoly teljesítményt hajtott végre, amelyhez külön gratulálok itt rögtön az elején, hiszen volt, aki gyalogosan, volt, aki kerékpárral, volt, aki futva tette meg ezt a távot, amelyet én nagyon bízom benne, hogy egyre többen fognak kihasználni és megtenni hasonló módon, családokkal, barátokkal, különböző társasági formában kijönni és egy picit kikapcsolódni. Reméljük, hogy talán még az időjárás is úgy, ahogy most is kegyeibe fogad majd mindig mindenkit, aki ide az Zádorhídhoz kíván kilátogatni. 2021-ben jelent meg az a pályázat, amelynek én most nem fogom megismételni a kódszámát, mert hogy igazából borzasztó hosszú, és szerintem nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a magyar kormány kiírt egy pályázatot helyi közutak, külterületi közutak fejlesztésére, amelyre azt gondolta Karcagváros önkormányzata, hogy mindenképpen pályáz, hiszen régi vágyunk, vágya már a városnak, hogy az egyik legnagyobb turisztikai látványosságunkat, a Zádorhidat, amelyről majd igazgató helyettes úr fog részletesen szólni, meg lehessen közelíteni, úgy, ahogy most is, kerékpárral, akár gépjárművel, gépkocsival, vagy nagyobb csoport esetén esetleg busszal is, úgy, ahogy most is kijött a busz, és tökéletesen sima úton tudott idáig jönni. Tehát régi vágyunk, vágya volt már a városnak, hogy ez a turisztikai objektum bekapcsolódjon abba a látogatotti körbe, amelyet akár a városunkba látogatók is meg tudnak tenni, és nem függjenek az időjárás viszontagságaitól, hiszen emlékszünk még néhány hónappal ezelőtt térdigérő kátyúkban lehetett csak ide jönni, és bizony még futva is meggondolandó volt, hogy elinduljon-e az ember. Aztán amikor leesett az eső, akkor lehet, hogy 20-25 centit lehetett növekedni, mire hazaértünk, mert a cipő talpára csak folyamatosan rakódott a sár, mi meg nőttünk egyre magasabbra, és hát tudjuk, milyen a karcagi sár, az marasztaló, és szép ez a környék, de azért nem szeretett volna senki itt ragadni a karcagi sárba. Úgyhogy beadtuk a pályázatot, szerencsére arról döntött Magyarország kormány, hogy támogatja ezt a pályázatot, el tudtuk végezni a felújítást, és ahogyan tetszettek látni, most már egy tökéletesen sima úton lehet kijönni. Nyilván nem csak a turizmus szempontjából fontos azonban ez az út, hiszen Karcag mezőváros, mezőgazdasági város, tehát valószínű, hogy lesz rajta forgalom, sőt biztos, hogy lesz rajta forgalom, hiszen azok a mezőgazdasági vállalkozások is tudják használni ezt az utat, akik itt az út mellett a karcagi határban végzik mindennapos tevékenységüket. Azonban mindenképpen szeretném megkérni mindenkit és fölhívni a figyelmet arra, hogy ennek az útnak a megőrzése, ilyen állagának a megtartása az mindannyiunk közös érdeke, úgyhogy kérek mindenkit, hogy így vigyázzunk majd az útra. És a végén engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azoknak a szakembereknek, akik közreműködtek ennek a pályázatnak a lebonyolításában, és néhányan itt is vannak közülük, úgyhogy mindenképpen szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik a polgármesteri hivatalban dolgoztak,
így Sipos Mariannak, Sipos Nagy Ágnesnek, azt hiszem, hogy itt vannak, hogyha megteszik, hogy kijönnek ide, hiszen megérdemelnek egy tapsot mindenképpen. Ligné Orosz Hajnalkának, aki nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez a pályázat elkészülhessen. Szeretnék köszönetet mondani a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökségnek, Karancsi Tamás igazgató úrnak és munkatársának, Mondi Viktornak, a mérnöki irodának, a Varvik Plán mérnöki irodának, Varga Viktornak, hogy megtervezte ezt az utat ilyen jó minőségben, a Der Stender Kft.-nek, dr. Fülöp Gyulának, aki a közbeszerzési eljárásban segített, ő is itt van közöttünk. Neki is nagyon szépen köszönjük, és természetesen a Karcakkincse Kft.-nek, aki a lebonyolításban, a műszaki ellenőrzésben, illetve a kivitelező Duba Sped Kft.-nek köszönjük szépen a közreműködést, azt, hogy ilyen sokat tettek ezért a pályázat megvalósításáért. Néhányan itt vannak mellettem, azt gondolom, hogy egy tapsal mindenképpen megköszönhetjük az ő munkájukat, és amelyet én is nagyon szépen köszönök. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyerekek, sportolók, én kívánom azt, hogy nagyon sokáig tudjuk használni ezt az utat ilyen jó minőségben, és egyre többen jöjjenek, karcagiak, Karcagra látogató turisták élvezik azt a látványt, amelyet maga a Zádor híd, illetve a Zádor híd környéke, a nagykunsági puszta és a nagykunsági táj nyújt. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai napra, érezze jól magát, és kívánom azt, hogy hazafele forduljon meg a hátszél, illetve a szél, hogy hátszél legyen majd a kerékpárosoknak is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Felkérem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, ossza meg velünk gondolatait. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és gratulálok, egy kicsit gratulálok azoknak, akik gyalog, kerékpárral vagy lovaskocsin kiérkeztek, és majd nagyon akkor fogok gratulálni, amikor a Szembeszélbe vissza fogunk érkezni, mert az lesz az igazi nagy teljesítmény, és meg tudjuk mutatni a fizikának azt a csodáját, hogy 4,5 kilométer kifelé, és vagy 10 kilométer legalábbis érzésre visszafelé. Tehát komoly teljesítmény lesz, mindenképpen sportteljesítmény, amit a itt lévők teljesíteni fognak. És gratulálok Karcag városának, és nem azért gratulálok, mert szép utak épülnek, mert gyönyörű játszóterek, parkok, középületek, hanem azért tudok gratulálni, mert nézzünk egy kicsit körbe. Mert Karcagnak ilyen közössége van. Ilyen emberek lakják ezt a várost, akik vasárnap délelőtt közösségi programban vesznek részt, együtt vannak, aktívak, mozognak. És ennek a városnak nem az utak, nem az épületek adják az erejét. És évtizedeken keresztül, évszázadokon keresztül azok az emberek adták az erejét, akik, ha kellett, megmozdultak, ha kellett, aktívan részt vettek közösségi programokban, és aktívan részt vettek, ha kellett, a közösségi munkában is. Én gratulálok a városnak ahhoz, hogy ilyen lakói vannak, ilyen közössége van, ilyen aktív közössége, mert kevés olyan település van, aki ezt fel tudja mutatni. Én mindenkinek nagyon szép vasárnap délelőttöt kívánok, jó sportteljesítményt, és a holnapi napra csak enyhe izomlázat. Mindenkinek jó sportolást, és majd amikor beérkezünk a Galaburgyihoz, jó étvágyat. Köszönjük szépen képviselő úr dicsérés szavait. Felkérem Hubai Imre elnök urat, ossza meg velünk szintén gondolatait. Köszönöm szépen mindenkinek, nagyon szép napot kívánok, és ha már megdicsértük a hátszeret, amire kifújta a kerékpárosokat és a futókat, hagyd mondjuk el, hogy az időjárás mindig a vendégek hozzák magukkal, mindig a résztvevők, tehát egy kicsit
az aktív életmódra is jobban fölhívja a figyelmet, hogyha a széllel is meg kell küzdeni. Az mindig egy nagyobb kihívás, főleg, hogyha a hazafelé tartó úton, a visszaforduló után a hazafele tartó úton fúj szembe a szél. Polgármester úr egy néhány hónapos visszatekintésre adott nekünk lehetőséget, hogy akkor milyen állapotban volt az út, de ha belegondolunk, hogy kb. 200 évvel ezelőtt ide vagy a Hortobágyér, vagy a Berettyó, vagy a Zádorér, vagy a Tisza közvetlenül öntött ki, itt még nehezebb lett volna közlekedni, mint két hónappal ezelőtt, vagy három hónappal ezelőtt, és az, hogy a Tisza szabályozásával ez a terület mezőgazdaságilag hasznosíthatóvá vált az év szinte 365 napján keresztül, az még nem hozta automatikusan azt, hogy könnyű lett volna itt a karcagiak élete. Van mellettünk egy híd, az Ádor híd, amire mi karcagiak nagyon büszkék vagyunk, de tudjuk-e, hogy kitervezte, tudjuk-e, hogy ez a híd, ami most nem vezet keresztül út, a Berekovics Lőrinc által, a Jászkunság első földmérője által tervezett híd, ezen most nem vezet keresztül út, és nem folyik át alatta semmilyen vízfolyás, de azon vagyunk, hogy ha át nem is fog vezetni út, hanem mellette ez az út, ez folytatódhasson akár a mezőgazdaság, a turizmus, az aktív turizmus és a sportolási lehetőségek szélesítése érdekében, és az itt élők könnyebben meg tudják közelíteni az élőhelyüket, a lakóhelyüket, a tanyájukat, ahol egyrészt gazdálkodnak, másrészt pedig élettér is. És azon is leszünk, hogy egy másik pályázatnak köszönhetően a Tilalmasi és a Kissárét, Nagysárét ellátását, Hortobágy-Berettyó vízpótlását biztosító csatornán keresztül érkezzen de újra friss tiszta víz, ha már a 177 évvel ezelőtt, 178 évvel ezelőtt megkezdett folyamszabályozási munkátok elvágták Karcagnak ezt a területét az élő víztől, és gyakorlatilag kiszárították a nagyjából 8000, majdnem 9000 hektárnyi területet is. Ha elnézünk a Zádorhídon túlra, egy kicsit tőlem jobbra, nektek balra, ott van a Bengecsegi út mellette, a Bengecsegi úti kilátó, most már az is feltárt kilátó, hozzávezető út is, sokkal kényelmesebb és biztonságosabb lett, ezért reméljük, hogy mind az aktív, mind a szabadidős turizmus, mint pedig a kulturális emlékeink megőrzését és időnkénti felemlítését is lehetővé fogja tenni. Gratulálok polgármester úrnak és a csapatának és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökségnek, hogy sikerült határidőre kiváló minőségben szabályosan elkészíteni, és vízomban az elszámolással sem lesznek problémája a városnak, és minden karcaginak azt kívánom, és minden ide látogató turistának, hogy ismerkedjen a Zádorhíd történetével, ismerje meg azt, hogy ez a tájegysége Karcagnak valamikor a Zádor, az Ágota, és ez a Bengecsegi határrész, ez milyen történelmi emlékeket hordoz a karcagi kalendáriumba, és azt is kívánom, hogyha a vizes élőhely megteremtésére módja lesz majd Karcag városának, akkor bővüljön, gazdagodjon az itteni kínálat, egy vizes élőhely, egy olyan bemutató térrel, ahol az élővilága valamikor, a több száz évvel, ezer évvel ezelőtti élővilág legalább részben helyreállítható lesz, és bemutatható a ma fiatalságának, hiszen már sokan nem is emlékeznek arra, hogy milyen lehetett itt csónakkal járni, vagy milyen, nem is bele se gondolunk, hogy milyen volt abban az időben tanyán élni, amikor hónapokra elvágta a hazavezető úttól az ide kijöntő folyók, erek sokasága az ott élőket, a tanyán élőket, és bizony akkor még nagyjából tízszer ennyien éltett tanyán a karcagi határban. Még egyszer gratulálok a mettett távhoz, a visszafele vezető úthoz, mindenkinek nagyon jó kitartást, erőt, egészséget kíván, kapaszkodjatok egymásba, tartsátok egymást szorosan, és fogjátok egymás erről a szelet, és polgármester úrnak pedig nagyon szépen köszönöm az invitálást, és ezt a napot, hogy munkatársaival együtt megszervezte. Mindenkinek további csodálatos napot! Köszönöm szépen elnök úr gondolatait, és felkérem Kapocsi István igazgatóhelyettes urat, meséljen nekünk a híd történetéről. Szeretettel köszöntök minden vendégünket. Nagyon régen volt már olyan, hogy ilyen sok ember, sok érdeklődő volt itt a Zádorhíd természetvédelmi területen. Elnök úr szavaihoz kapcsolódva kezdjük egy kis tájtörténettel. Sokáig tartotta magát az a híd, és ezt tudományos dogmának is lehetett nevezni, hogy a alföldi és a hortobágyi szikesek a Tisza szabályozásnak köszönhetik létüket, és a fátlan pusztaság az pedig a török hódoltság óta alakult ki. Ezt sikerült megcáfolni tudományos kutatásokkal. Sümmegi Pál geológus professzor több fúrást mélyített itt a környéken,
aminek eredményeképpen sikerült bebizonyítani virágpor analitikai módszerekkel, hogy az itteni szikesek 30-40, akár 50 ezer éves tájalakulatok, és az ősi hernád és a sajó alakította ki ezeket, majd később a Tisza vette át ezeknek a medreknek a helyét. Nagyon sokáig ez így is maradt, egészen az 1840-es évek végéig, amikor a Tisza szabályozás megváltoztatta a tájképét. Ahogy Györfi István ezt írta, és itt a tájékoztató táblán ez az idézete látható is, vérét vették a sár rétjének. Ez az itteni életet, életmódot is gyökeresen megváltoztatta. A gazdálkodás átalakult, a területek mezőgazdasági művelése egyszerűbbé vált, megközelíthetőbbé váltak a területek, és a gabona konjunktúrát kihasználva nagyobb területeken indult el a búzatermesztés és a kalászos gabona termesztése. De az Ádorhídról ejtsünk akkor néhány szót, és a szűkebb környezetéről. A tájat az Ádorér uralta ebben a környezetben, és a híd, mostani hídnak a keleti oldalán az Ádor halom és a mostani híd között volt egy Ádor erdő is korábban. Ez az Ádor erdő eltűnt, felhasználták építőanyagnak ennek a fáját. A híd is, híd elődje is fából volt, ez biztosította az átjárást Debrecen és Pest-Buda között. Itt egy postaút, vagy más irodalmi források szerint sóút volt, ahol a közlekedést biztosítani kellett. 1804-ig fahíd működött, azt töltötte be itt az Ádoréren az átjárás szerepét, vagy ez biztosította az átjárást. Majd 1804-ben döntött úgy Karcagváros előjárósága, hogy egy kőhidat, egy állandó kőhidat építenek. 1806-ban ennek a hídnak az építése el is kezdődött, Bedekovics Lőrinc tervei alapján. A híd 67 méter hosszú volt, ha jól emlékszem, és sokáig tartotta is magát. Az 1830-as áprilisi nagy árvíz után a két-két szélső pillérjét elmosta a víz, ugyanis ez is 9 lyukú volt, mint a Hortobágyi. Sokan úgy gondolják, hogy a Hortobágyi 9 lyukú híd mintájára épült ez az Ádor híd, de ez éppen fordítva van, mert a 9 lyukú hidat 1840-es években kezdték építeni. Itt a híd helyreállítása a jelenlegi állapotában történt meg, és a hídra való feljárást hosszú földrámpával oldották meg. A jelenlegi állapotában, jelenlegi állapotához nagyon hasonló állapotban volt ezután végig. Az árvíz és a belvíz szabályozásokat követően vált partra vetett híddá ez az építmény. Tettünk kísérletet arra, hogy vizes élőhelyé alakítsuk az alatta lévő területet. Ezt 96-97-ben végeztük el ezt az árasztást próbaképpen. Sajnos a földműveknek az állapota az olyan, hogy jelenleg is, hogy nem tudja megtartani a vizet, de egy jó célkitűzésnek tartanánk, hogy ha ezt a híd alatti fél hektáros területet vizes élőhelyé lehetne alakítani. Az a rövid idő is bizonyított, hogy mennyire vonzó bizonyos fajok számára, kialakult rögtön rajta egy fattyúszerkő telep. Fontos a víz a tájban, erre rámutatott a tavalyi esztendő száraz, szélsőségesen száraz év is, és a vízügyi igazgatóságok munkatársaival közösen gondolkodva kerestük annak a módját, hogy hogy lehetne minél több vizet megtartani a tájban. És nem kell főleg az idősebbeknek nagyon erőltetni az emlékező tehetségüket, ha arra gondolunk, hogy itt még a 80-as években, 90-es években a csatornákat középvízen, vagy akár nagyvízen is tartották.
ezzel a talajvízszintet és a mikroklímát, mezoklímát is kedvezően befolyásolták. Ez nem kell bizonygatnom, hogy milyen hatással van a élőhelyekre és általában a mezőgazdaságra is. Mostanra a talajvízszint több helyen annyira leszállt, hogy a fás vegetáció is elkezdett kipusztulni, kiszáradni, mert nem találnak megfelelő mennyiségű vizet. Még a tájról annyit érdemes elmondani, hogyha hátat fordítunk, akkor itt van mögöttünk a zádorhalom, a másik oldalán egy kicsit távolabb a lőzérhalom. Több történet is feldolgozza akár a lőzérhalom nevét. Talán sokan olvasták a régi magyar Vízivilágban Szűcs Sándor leírását a lőzérhalmi eset címmel, amikor az egymással vetekedő, a területen állandóan hadakozó püspökladányi és karcagi gazdálkodó között úgy dőlt el egy határviszály, hogy a török korban itt egy török követet lehúztak a lováról, aztán itt a Tolvajos nevű részen a nádas diszkrét takarásába elintézték. Hát a török követet hiányolták, és a karcagi előjárókat számon kérték, hogy hova tűnt az emberük. Hát ők azt mondták, hogy fogalmuk sincs róla, ez a terület, ez a határrész nem is hozzájuk tartozik, talán érdeklődjenek a püspökladányiaknál. Ez így is történt, ott püspökladányban megfizették ennek az árát. Remélem, hogy azóta már ez a történet feledésbe merült, és törekszünk a jó kapcsolatokra. Olyannyira, hogy régen-régen napirenden van a Ágota híd helyreállítása is. Legutóbb erről Bodó Sándor képviselő úrral, aki a püspökladányi képviselő, országgyűlési képviselő, vele is egyeztettünk, beszélgettünk, hogy helyre kellene állítani. Legutóbb 2016-ban volt egy komolyabb helyreállítása az annak egyébként műemlékhídnak, és reméljük, hogy hamarosan erre is találunk forrást, és meg tudjuk oldani azt, hogy az ökoturizmusnak itt egy szabályozható útvonalat biztosítsunk. Hogyha körülnézünk, bár így távcső nélkül kicsit nehezen látható, ott a szántóföldeken most is tanyázik egy daru csapat, és éppen most van Hortobágyon a daru ünnep. Ezekben a órákban is darus csoportok járják a pusztákat. Én is bátorítanék mindenkit, hogy alkonyati órákban akár itt, ezen a műúton tovább haladva, vagy a földúton tovább haladva, most nagyon jól járható, figyeljék az út mellett az átvonuló daru csapatokat, csodálatos őszi látvány. Idén minden korábbi létszámot meghaladó 194 ezer példányból álló daru gyűlt össze a Hortobágyon, és mint az országban, a keleti ország részen is a 240 ezer példányt már bőven meghaladta az átvonuló darvak száma. Idén ünnepli a Hortobágyi Nemzeti Park fennállásának az 50. évfordulóját. A daru a címermadarunk, úgyhogy méltóképpen megemlékezett a természet is erről a kerek évfordulóról. Én is mindenkinek jó szórakozást kívánok, meg jó bicajozást, gyaloglást visszafelé. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen igazgatóhelyettes úrnak a történeti áttekintést, és én köszönöm önöknek, hogy a mai napon kilátogattak velünk a rendezvényünk keretében ide a Zádorhídhoz. Én bízom benne, hogy mindenki a kukkokonyha sátra alatt, vagy kolléganőmtől átvette a kis ajándékot, amellyel készültünk önök részére, egy kis kulcstartót, amely a Zádorhídat ábrázolja. És én kívánok mindenkinek nagyon kellemes, további szép vasárnapot. Bent a fogadóházban, a Szélmalmi fogadóházban folytatjuk tovább a programunkat, hiszen mindenkit várunk sok-sok szeretettel az SNKFT által elkészített finom galabulgyi ebédre, és bízom benne, hogy elfogadják valamennyien a meghívásunkat.